elég sűrűn edzek. Minden reggel futok, 5-10-15 kilométereket eljárok katonai versenyekre, amikor van rá lehetőségem, így munka mellett és más feladat elfoglaltság miatt. Most is készülök éppen egy terefutó versenyre. Volt a 2000-es évek elején, 2006 körül, amikor az amerikai katonákkal együtt ugrottunk Kecskemét bázison, C-130-as repülőgépből tömeges ugrást hajtottunk végre, az is egy élmény volt. De volt olyan, amikor itt a Szandai réten 3 helikopterből 60-an ugrottunk ki egyszerre. Az is egy szép látvány volt, és egy jó érzés, egy ilyen feladat. De volt nekem többször olyan ugrásom, amikor feladatból ugrottunk, tehát egy 3 napos teherzsákkal bekészítve leugrottunk, és utána 3 napig olyan feladatot láttunk el, hogy harcászkodni kellett, meg volt határozva, hogy mi az a feladat, amit el kellett végezni, és addig be sem mehettünk a bázisra sehova. Ilyen is volt. Ugye a feladatom első körön a buló volt megcélozva, de hát a szél egy kicsit arrébb rendezte a soraimat, de így is jó célterületre érkeztem. Föltekeltem az ernyőt, hogy hajtogatásnál könnyebben ki tudjuk rendezni. A zsinórokat is így ilyen tűzoltóba szedem föl, hogy ne gubancolódjon össze, és könnyebben vissza tudjam majd hajtogatni. Ez volt a 115. ugrásom. Igyekszem minél több ugrást elérni. Hál' Istennek egész jó sikerült, mind a földet érés, mind a kiugrás, de ez általában így van.